Sokan kíváncsiak arra, hogy melyik hagymafajta a jobb választás az egészségük szempontjából a vöröshagyma vagy a lilahagyma. Mindkét hagymak kiváló forrása a vitaminoknak és ásványi anyagoknak, valamint antioxidánsokban gazdagok, melyek védenek a szabad gyökök okozta károsodásoktól. Azonban van néhány fontos különbség a két hagymafajta között, amiket érdemes figyelembe venni. A lila hagyma intenzívebb ízű és erősebb illatú, mint a vörös hagyma, és magasabb az antocianin tartalom is. Az antocianin egy olyan antioxidáns, amelynek számos jótékony hatása van, például az immunrendszer megerősítése és az öregedés elleni küzdelem. A vörös hagyma ugyanakkor magasabb a quercetin tartalma, ami szintén egy kiváló antioxidáns, de azt is kimutatták, hogy csökkenti a gyulladást és segít megelőzni a szívbetegségeket. A vörös hagyma nagyon jó forrása a vasnak és a kalciumnak, még a lila hagyma nagyon magas a C-vitamin és a kálium tartalmában. Ha a főzést vesszük figyelembe, mindkét hagymafajta jól használható alapanyagként számos ételhez, azonban a vörös hagyma erősebb ízének és illatának köszönhetően kevésbé ajánlott nyersen fogyasztani. A lila hagymát lehet nyersen fogyasztani salátákban és szendvicsekben, de főzve is kiválóan használható. Végül tehát, mindkét hagymafajta rendkívül egészséges és értékes alapanyagok, de az egyes tulajdonságaik eltérnek egymástól. Ha az antioxidánsokra összpontosítunk, akkor a lila hagyma a jobb választás, ha pedig a quercetinre, akkor a vörös hagymát érdemes választani. Mindenképpen javasolt azonban mindkettőt beépíteni az étrendünkbe, ha szeretnénk egészségesek maradni és erősíteni az immunrendszerünket. Dr. Express a legszélesebb választékkal rendelkező csatorna. Nyomj egy lájkot és iratkozz fel!